Sziasztok, ez egy újabb Minecraft videó, és ebben a videóban fogunk építeni egy automata komposztálót, és meg fogom látogatni újra a bástyát, amit találtam, viszont ezúttal megpróbálom teljesen kilútalni azt a kincses szobát, ami a közepén van, és ami a legveszélyesebb, és hát remélhetőleg fogok találni netherite upgrade-et, hogy tudjam fejleszteni ugye a cuccaimat. Akkor építsük is meg ezt az automata komposztálót. Szerintem ide ezekhez a farmokhoz fogom megcsinálni. Kell egy láda, kell egy ilyen tölcsér, ami belemegy. És a tölcsérbe pedig kell egy komposztáló, vagy igen, így. Aztán a komposztálóról pedig még egy tölcsér. És a tölcsére pedig még egy láda. Így. És hogyha belerakunk magokat, ugye, akkor ez elkezdi nekünk ledadálni, és nem volt elég 6, azt hittem 6 magból. 6-ot kell komposztálni, hogy legyen belőle. Csont porna, de mindegy, akkor rakunk még bele. Na mi van? Hol van a csontporom? Ez még mindig nem volt elég. Az úgy jó. Na, hát, és igen, azt hittem, hogy kevesebb mag fog kelleni, amit le kell ugye komposztálni. Ez annyira jó, ugye, hogy amikor vannak felesleges zöldségeink, vagy bármi, amit tudunk komposztálni, akkor nem kell egyesével nekünk, hanem csak ide bebasszuk, és akkor az elvégzi nekünk automatikusan, és ide fogja gyűjteni a csontport. Úgyhogy tök jó, nekem tetszenek az ilyen egyszerű farmok. Igaz, hogy ez nem farm, de hát félig lehet azt mondani, nem? Most pedig ideje felkészülni a Netherre, ugyanis hát meg fogjuk látogatni, hogy megpróbáljam kilútolni a bástyát. Fel is veszük az arany cuccunkat, és magunkhoz veszünk egy-két dolgot, ami fog kelleni. Például már be is készíthetjük a aranyalmát, meg a kaját, és vihetnénk magunkkal Fire Resistance Potion-t, ez nagyon fontos, illetve pár építő blokkot, azok 2 stacket, hogy biztosan elég legyen. Na, megyünk a Netherbe. Remélhetőleg sikerrel fogunk járni, ugyanis az ilyen bástyánkban nagyon könnyű meghalni, nagyon veszélyesek, főleg ugye az a fajta, ahova mi fogunk menni, mert ez a legnagyobb bástya, amit lehet találni. És el kell jutnunk a bástyának a közepébe, ahol van az a kincses szoba. Az előző részben véletlen beestünk, és majdnem teljesen le is estünk. Szerintem innen jövök, hogy itt csináltam egy ilyen lépcsőt, ami levezet ide a híthoz. És innen fogok szerintem majd tovább menni. Valahogy egyébként le lehet menni. Hopp, ott már van egy olyan fekete izés. Szóval, hogyha az elkezd ránk rohanni, hoppa, mondjuk ott látok egy ládát, ezt ki kéne valahogy nyitnom. Akkor arra megyek le a micsodával. Híddal. Nézzük. Nem érek el még? Na. Vagy hátulra nem tudom kinyitni, mi van. Nem értem. Lehet állva kéne mi. Aha. Nincsen, amit mi keresünk.
Igen. Ja, ott igen. Én meg arra mentem, és akkor nem tudtam úgy oda, pont odaásni le. Így nem ott kéne megpróbálnom ásni, hanem erre. Megpróbálok erre akkor. Ez a baj, félek valami, mert pont arra vannak. Csak hogy... Még azzal, hogy megláthat, nem tudnak lelőni, vagy ilyesmi, de... Ja, ezekbe mérgesednek, akkor még a többiek nem lesznek rám mérgesek. Hát jobb lenne úgy megoldani, hogy... hogy nem jönnek rám, senki se. Ez a... Hú, azt hittem, hogy ez a double chest, ami ez van, oda bridge-eltünk az előző részbe. Akkor feleslegesen jöttem volna ide, na nézzük. Ezt nem hiszem el. Van ilyen netherite, fos, de ezzel önmagában nem tudok mit kezdeni. Aj, nem igaz. Akkor teljesen le kell mennem. Innen el tudunk jutni, de... Oké, okay. És leugrok. Innenpől el tudnánk jutni ide. Elég ijesztő. Innen ide le. Innen oda le. Kicsit megijedtem, baszki, hogyha ez izé olyan brut lett volna, bakker. Minné. Lentebbről tudjak leugorni nyilván. Hú, bakker. Ez akár, hogy nem lesz egy egyszerű dolog. De úgy kéne, hogy minél gyorsabban, hogy még magma cube-ok se legyen. És ez alatt lávató van, vagy azt hiszem, hogy egy padlóig ér, vagy valami ilyesmi. Jó, nincsen óriási magma cube se. Ja, de bazd meg, de jó, hogy kimondtam. Az óriási magma cube-ot le kéne szedni. Ezt nem hiszem el. Tényleg meg kéne próbálnom ezt a izét. Hogy úgy lootolom ki, hogy nem megyek le. Oh, mi a fasz? Nagy fel tud ugorni, bakker. Azt tudott élet. Nem hiszem el, baszki, hogy most bespawnol 1 millió darab. Bakker. És az, most az egész rám jön, ezek tuti megállnak amúgy. Idáig nem tudnak felizélni, jó? Ez megint nem a lávába esett, baszki. Direkt lebontom a hidat. Jaj. Ajaj, a fasz. Jó. Le kell... Jaj, ne! Ezt nem hiszem el! Poti! Gyorsan izé! Ássá, ássá, ássá! No! Ássá, menjé le! Ez mi? De miért nem ment le ez a fos? Ezt nem hiszem el! Menjél már! Nem megy! Aj, geci, itt a vége! Ezt nem hiszem el! Ez a kibaszott izék! Magma cube-ok, bazd meg! Falazzad már magadat! Geci! Az, hogy éltem túl! Mi a fasz? Hú, geci! Azt tudott élet!
Azt tudott élet. Azt tudott élet, baszki, ezt hogy éltem túl? Baszki. De ez mi? Hát hogy telt el ilyen gyorsan a 3 perc? Ez mi? Jó, nem tudom, de nagyon gyorsan ki kell jutnom innen. De lassan jövök. Tudtam én, hogy valami halál közeli dolog lesz, baszki, de nem tudom ezt, hogy éltem túl, bakker. És elveszett a totemünk, de mindegy. Legalább élünk. Bakker, 2 percem van, ezt nem hiszem el. Meg kéne próbálnom feljönni. Lehet. Mindig hallom még ezeket. És hol lehet akkor mindig? Mindig ezeknél a magma geciknél, bakker, ezt nem hiszem el. Lenne már vége, az fel tudnék úszni rendesen, bakker, de nincs vége ennek a fosnak. Még mindig hallom ezeket a gecket izé csattogni, bazd meg. Jaj. 1 perc. Jó, nem, fel kell izélnem. Muszáj felizélnem. Aj, de még mindig ez az izé van itt. Várjál. Jó, ragd már le a blokkot. Jó. Oké, blokk lerakva, bakker, de... Nem áll, hogy jön a láva. Jó, blokk be. Jó. Azt rott. Most nem érhet láva semmiféleképpen. Lejár. Valahogy innen ki kell keverednem. Jó, most már nem vagyok elvileg láva szinten is. Hú, bakker. Azt rott élet. Hú, hát hogy... Még úgy 10-15 percet... Szenvedtem a... visszatalálással. És hát egy biztos, hogy... Ebből elég volt megint egy darabig. Fú, bakker. Ez nem volt semmi. Ez nem volt semmi, az biztos. Most remélhetőleg már... élve hazatalálunk. Nem itt fogunk leesni. Innen már egyenesen vezet az utunk haza. Úgyhogy túléltük, túléltük. Nem tudom, hogy, de túléltük. Nem tudom. Oké, hogy volt egy aranyalma, meg egy totem, de hát WoW. Na jó. Ennyire még nem örültem szerintem, hogy visszajöttem a portálomhoz, és kiutattam a Netherből. Hú. Na jó. Erre aludni kell egyet. Aludjunk egy jót. És hát zárjuk le ezt a videót szerintem, meg a játékot is abba, hogy amit, mert ennyi... Jaj, a telú is kiesik a kezemből, és ennyi elég volt. Ennyi elég volt ebből, mert de nagyon jó, hogy első, hiszem, hogy nem vesztettem el semmit. Hát, most megint visszatérünk a pajzshoz. Á, baszkis, majdnem szétment az összes cuccom. Bakker. Ennyire OP-k voltak ezek a fos magma cube-ok, bazd meg. Idegesítő szarok, komolyan mondom. Na mindegy, itt lezárom ezt a videót, hellóztok.